zsarolnak minket? Az orosz együttműködés nélkül a Paks 2 meg tud valósulni? Vagy ezt már csak velük tudjuk megcsinálni? Azt szoktam mondani, hogy orosz atomerőművet oroszok nélkül nem lehet építeni. Én attól tartok, hogy ha ezek az akkumulátorgyárak a következő 3 vagy 4 évben üzembe lépnek, és zsinórban nagy mennyiségű villamos energiát fognak igényelni, ezt nem fogjuk tudni hazai forrásból biztosítani, tehát valószínűleg egy huzamosabb időre szükségünk lesz az importot fokozni. Önt leváltották 19-ben? Persze. Podcast kiadásunk legújabb vendége az energetikai mérnök és egyetemi tanár dr. Aszódi Attila. Ebben a magyar-orosz relációban is szerintem egy csomó olyan szituáció van, amikor egyszerűen azt kell mondani a kérdésre, hogy nem. Mindez pontban este 7-kor, de csak az ATV YouTube csatornáján. Oroszországgal kapcsolatot nem tartani, az óriási nagy paklövés.